Egy kutató műhely feladata, hogy folyamat, pláne, hogy egy társadalomkutató műhely feladata, hogy folyamatosan kutassa a társadalmi eseményeket. Itt inkább a folyamat felfedezése volt érdekes, amikor láttuk, hogy ez már nem egy adhokszerű jelenség, amit, mit tudom én, kis fiatalok, meggondolatlan fiatalok hoznak létre, és akkor kezdtük ezt górcső alá venni, és jobban odafigyelni az eseményekre. Így alakult ki, de hát nem mi alakítottuk, mi csak az eseményeket a közönség elé tártuk. Elsősorban rendre lenne szükség, hogy Ukrajnában a hatályos alkotmány szerint, ami egyébként biztosítja a kisebbségek számára a megfelelő anyanyelvhasználatot és lehetőséget az identitásuk megélésére, hogy azt ne módosítsák alkotmányellenes törvényekkel. Az utóbbi években ugyanis a törvényhozás szintén bújtatott alkotmánymódosítás történik, és a kettős mérce, ami jellemző az országra. Mi azt szeretnénk, hogy a demokratikus államban, ahogy Ukrajna magát definiálja, a törvényeket, amiket ők hoztak, azt betartsák úgy, hogy mindenkire vonatkozzon. Most egy kicsit ilyen frankói az életünk. Azt jelenti, hogy havereknek mindent, másoknak a törvény betű szerint, tehát engem Kijevben már orosz nyelven kioktattak az ukrán nyelv fontosságáról, hiszen az ukrán nyelvtörvény például a parlamenti képviselőkre nem vonatkozik. Tehát mi még azt mondom, már annak is örülnénk, ha nincs pozitív megkülönböztetés, hanem csak az van, hogy alkotmányos jogainkat biztosítják, ahogy ezt megígérték 91-ben, amikor a kárpátaljai magyar közösség a kisebbségekkel együtt kötött az ukrán állammal egy társadalmi szerződést, ami abból állt, hogy 91. novemberében az ukrán akkori parlament elfogadott egy nyilatkozatot, hogy garantálják a korábban szerzett jogokat, kisebbségi jogokat, azt bővíteni fogják, és ezt a szerződést, ezt megerősítette a kárpátaljai magyarság a többiekkel együtt, hogy függetlenség mellett szavaztunk, annak a reményében, hogy az a nemzet, amely kisebbségből lett többségé, érzi a kisebbség problémáit, és mint ilyen nemzet a kisebbségeket nem fogja elnyomni. Ezzel szemben most azt tapasztaljuk, hogy elfelejtették ennek a miben létét, és hirtelen megpróbálják mindazt, amit évszázadokon keresztül rajtuk az oroszok meg a szovjet rendszer végigvitt, azt most az ő kisebbségeinken keresztül próbálják megtorolni. Mi szeretnénk, ha ez nem történne, és nagyon örülök, hogy ennek a filmnek a bemutatására ma került sor, nyilvános sajtó bemutatására, hiszen ma egy új korszak nyílik Ukrajnában. Megvan a lehetőség az új korszaknak, az új nyitásnak, hiszen új államelnököt iktattak be, és ez a film felhívja a figyelmet a hibákra, amiből remélem tanulni fog, és bevon minket is az államalkotás folyamatában, hisz mi nem bevándorlók vagyunk, mi nem migránsok vagyunk, mi őshonos kisebbségek vagyunk, akik odaszülettünk őseinkkel együtt, és úgy érezzük, hogy nekünk ott van, jussunk borban és buzában, és mi mást nem akarunk, se másét, se a szomszédét, csak ami a mi jussunk borban, buzában, nyelvi, kulturális szabadságban.